Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyöngé ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva tenni egyre lent, mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj, borongni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami, sok százados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a mélyből felszakad egy hang, és nincs út visszamenni, nincs út tagadni, nincsen várni. A lehetetlen megpróbálni lehet, mert nincsen lehetetlen, és a végesre a végtelenben kigyúl egy újabb felelet. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a félés átszakad, és harangozni kezdenek, kik minden imát elfeledtek a hosszú éjszakák alatt. Rambadelt városak, legyilkolt családok, megkínzott és megalázott emberek jelezték a háború végét. Senki sem gondolta, hogy még nincs vége a nyomorúságnak, még nincs vége a megalázottságnak, még nem érezhetjük a szabadság mámorító ízét. Apáink és anyáink, akik óriási erővel láttak neki az újjáépítésnek, nem sejtették, hogy a hazánkba beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rettegés. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de félelmet, zsarnokságot hoztak.
Mondd, mit jelent magyarnak lenni? Tűrni, vagy a lehetetlen megpróbálni. 1956. október 23-án elérkezett a nap, a cselekvés napja. Végre kimertük mondani azt, ami a magyar szíveket már rég feszítette. Szembenéztünk a zsarnoksággal, fegyveres harc kezdődött a budapesti utcákon, folyt a drága magyar vér. Múlt időknek őszi reggelén összefogott sok fiatal, akaratuk erős, kemény. Újra megszólaltak az ágyúk, fegyverek, Pesti utcán forrong a nép, ezernyi ablak remeg. Elég volt a megalázottságból. Elég volt félemből. Elég volt a szolgáltatottságból. Elég volt az éjszakai elhúzolásokból. Elég volt a rögtön ítélő népbírósági perekből. Elég volt Rákosiból. This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. All to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid for the sake of God and freedom, először csak a lyukas zászlók meneteltek. Világba kiáltva, fénylő homlokok fölött, sajgó hiányát a történelemnek. Először csak a lyukas zászlók meneteltek. Alattuk egy nemzet vitte sorsát, kitárva mellét a vad sortüzeknek. Először csak a lyukas zászlók meneteltek. S mi csak figyeltük, remélve, riadtan, ahogy a szikra izzik, lángba pattan. Nagy Imre alakítson kormányt!
Vonják felelősségre Rákosi, független bíróságot! Szabad rádió! Távolítsák el a Sztálin szobrot! A szovjet csapatok azon egyikulását követelik Magyarországról! Több part legyen! Halikolyokat szállítsák haza! A kormány nagyjövő vezetésével alapuljon át! Sajtószabadságot követelik! Döntsd a pokolnak kapuit, ha elérhetetlen szent a cél, az elbukás és ünnepély. Néhány nap és kiderül, hogy az ember mennyit ér. Tiszta voltál, büszke vagy. Bársonyával kibélelt világ nem érti, hogy miért kéne emlékezzen rá. Az 1956-os októberi forradalmat vérbe folytották. Ha pár napig tartottak, akkor is megérte. Nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. A durvák megszelídültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, a reményvesztettek bizakodni kezdtek, örömmel maráradt szét a szívekben. Soha a történelem folyamán nem volt még ennyire egy test,
egy lélek ez a nemzet. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem. Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Áldottak az özvegyek, kik a holtapák puskáját a fiak kezébe adják, a műhelybe a helyükre álltak, és a mezőkre mentek. Áldottak a gyerekek, kik búgó csigáig sarokba téve rohantak tankok ellen, s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolából az utcára rohantak, zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat. Áldottak a munkások, kik testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták. Áldottak az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, géppisztolyok ellen, mellük falát emelve. Adj hát egy percet magadnak, s emlékezz! Egy percet tisztelgés a múltnak, mely nélkül jelmed nem lehetne. Hogy hittel, becsülettel élhess, értük, miattuk, rájuk emlékezz. A mártírokért, kik hősi halált haltak. A túlélőkért, kik halottakat sürettek. A hazáért, mely nem akar többé elnyomó hatalmat szolgálni. A nemzetért, mely csak életek árán tudott újra talpra állni. Csak az őszi ködbe burkolózó fák, idegen katonák zaja nálunk az ávós fekete autón járt, pedig vártuk, hogy új tavasz ébred és eljön a hosszú forró nyár, de csak jég hideg tél jött és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod, nem volt szabad, csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal, 56 szívünk dobog, 56 él.
Ma már szólhat a dal a Corvin közben lelőtt srácokért, és a kapu aljakban névtelenül harcoló bátrakért, és az ezrekért, kikre börtön várt és súlyos büntetés, mégis szembenéztek a tankokkal, hisz létünk volt a tét. Azokat szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot, mi meg a jeltelen sírokra sose vihettünk virágot. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett városi díszünnepségünkön. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség, hallhattuk az Egri Lenkei János Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorában. Előadásuk elsősorban tisztelgés azok előtt, akik előbbre tartották az ország sorsát, mint a magukét, akik ismeretlenül is, egymással összefogva együtt cselekedtek mindannyiunk szabadságáért, és emlékezés azokra az ismert és ismeretlen hősökre, akik életüket áldozták e nemes célért. A Lenkei iskolát büszkeséggel tölti el, hogy 2018 után ismét megmutathatták a főként felsős, 7. és 8. évfolyamos tanulók, hogy ismerik, átérzik, megélik az 1956-os forradalom eseményeit. Az előadást Máté Hanna és Nagy Emese Luca tánca színesítette, akik a Csillag Tánc Stúdió növendékei, a koreográfus Takács Dorottya volt. A megemlékezés forgatókönyvének megálmodói Dóra Zsuzsanna és Nagy Kapusi Kata, munkájukat Petesné Matusz Tímea és Urbánné Basa Anna Mária tanárnők segítették. Reméljük, műsoruk eljutott oda, ahova szánták, a szívekbe és a lelkekbe. Én azt hiszem, hogy egy nagy tapsot még egyszer megérdemelnek. Köszönjük szépen a nevükben is.
És most szeretném felkérni Mirkóczki Ádám polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves vendégünket, és azt gondolom itt az elmúlt percek után, hogy mindenki nevében itt a teremben szívből megköszönhetem és gratulálhatok a lenkeis diákok méltó és felemelő előadásához, és természetesen az azt megálmodóknak és a felkészítő tanároknak köszönjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A II. Világháború után azt láthattuk a Kárpát-medencére tekintve, hogy előttünk fekszik egy porig rombolt, egy határaiban szanaszét szabdalt ország. Társadalma szétzilált, családok százezreit talán egyetlen merő fájdalom kötötte össze, a szerettek hiánya. Tombolt a gazdasági válság, tombolt a gyűlölettel átszőtt politikai csatározások, harc a hatalomért. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy ilyen vagy olyan módon Diogonosz egy olyan rendszert építsen, amely alkalmas lesz sok-sok emberi élet, sok-sok család, egy egész nemzet, egy egész társadalom fájdalmára. És nem kellett rá sokat várni. 66 évvel ezelőtt ez a megosztott, szétzilált és megtört nemzet egy új napra ébredt azonban. 1956. október 23-án senkire nem várva tovább, magához ragadták a cselekvés képességét, egyfajta új tudatra ébredtek és megragadták az utolsó szalmaszálat, hogy megmutassák a világnak a bátorságot és a szabadság iránti vágyat. Azonban nem volt teljesen és teljes mértékben egységes a társadalom. Sokak rendkívüli bátorságról tettek tanúbizonyságot, és azt gondolom, hogy bármit képesek voltak akkor feláldozni, akár a saját életüket is. És egy másik jelentős réteg félelmében és gátlástalanságában inkább a fegyverek után nyúlt, és a békés és igaz tömegre lövetett, nem nézve azt, hogy milyen gyalázatot követnek el. És hogyha egy picit az elnyomók oldaláról tekintünk a történetre, mit láthatunk? Amikor a mindenek felett álló hatalomvágy és az ezt a hatalomvágyat tápláló gonoszság, rossz indulat és gőg tortül egy közösség fölött, ott megbomlik a társadalmi rend. És amikor megbomlik a társadalmi rend, akkor a hatalom számára elvész az erkölcsi érzék. És akik számára elvész az erkölcsi érzék, ott minden mindennel összefolyik, és csak a fékevesztett, gonoszságtól fűtött hatalomvágy tartja erődemonstrációját az élet minden területén. És a gőg, az arrogancia, a látszólagos hatalomtól megrészegülve, minden önkontrollját elveszítve tombol. Nyomában hazugság, gátlástalanság, majd embertelenség, vér és halál. Egészen addig tombol, és egészen addig őrjöng, amíg a gátlástalan, gőgös hatalmaskodó egy nap arra ébred, hogy a legyőzöttnek, megtörtnek, cselekvőképtelennek és gyengének hit közösség egyszer csak fölemeli a fejét, és egyenes gerinccel útját állja a fékevesztett gyűlöletnek. Ennek a pillanatnak van ma az ünnepe, amikor márai szavaival élve egy nép azt mondta, elég volt. A minap hallottam és találkoztam egy elég érdekes, talán annál igazabb gondolattal.
Nem ismerem, nem találtam meg kutakodva sem ezeknek a gondolatoknak a szerzőjét, de azt gondolom, hogy érdemes idézni. A nehéz idők mindig erős férfiakat nevelnek ki. Az erős férfiak könnyű időket hoznak létre. A könnyű idők pedig gyenge férfiakat termelnek. A gyenge férfiak pedig nehéz időket teremtenek. Ha egy picit mélyebben megnézzük, hogy ez a gondolatsor vajon mit jelent a gyakorlatban, akkor azt láthatjuk, hogy az 50-es években egy lelkileg erős, hitében rendíthetetlen, jellemében egyenes, harcos magyarokat talált a forradalom és szabadságharc. Túléltek egy második világégést is, túléltek minden testi-lelki fájdalmat, túlélték a mindennapos politikai gyötrelmeket, a kínzókamrákat, az éhezést, a betegségeket, és olyan fiatalokat neveltek, akik előtt ők maguk álltak csatasorba az októberi utcákon Budapesten és szerte az országban. Ők erősek voltak, és erős gyermekeket teremtettek, mert nehéz időkben éltek. És ha belegondolunk, hogy a mi generációnk egy ilyen helyzetben vajon alkalmas-e, vajon képes-e ugyanazt megtenni, ha a szükség úgy hozza, amelyet 1956-ban magyarok tömegei megtettek. Csak remélni merem, hogy igen. Az 56-os forradalom hősei a saját életüknél jobban szerették hazájukat, jobban szerették nemzetüket, szeretteiket, barátaikat, országukat, mert bármit képesek voltak feláldozni, még az életüket is. Ugye emlékszünk a Szentírásból, nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Ez történt 1956-ban. De föltehetjük a kérdést újra az elnyomók oldaláról. Hogy nem érezték, hogy nem látták, és hogy nem gondoltak bele, hogy néhány év politikai álmokfutása, gazdasági álmokfutása, társadalmi álmokfutása mit okoz, és milyen következményekkel jár. Most ismét a Szentírásból szeretnék idézni. Látszólag nem erről szól, de ha jobban belegondolunk, akkor nagyon is le lehet festeni azt a lelkületet, amivel oly sokszor, adott esetben 56-ban is szembe találkoztunk. Jézus pedig azt mondta, azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak. Hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. És amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték. Csak nem vagyunk mi is vakok. Ha vakok volnátok, felelte Jézus, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok, látunk, ezért megmarad bűnötök. Hányan lehettek vajon azok, akik tévedésből, kiszolgáltatottságból, félelemből, megvezetettségük miatt, vagy akár önhibájukon kívül, de szolidaritártak, és szolidárisak voltak a diktatúrával, az elnyomó rendszerrel, mert nem láttak tisztán. Majd hirtelen a vakságukból felébredtek, és tenni mertek. Hányan lehettek? Hisszük, hogy sokan. És hányan voltak azok, akik tudatosan, nagyon is tudatosan, anyagi javakért, frusztráltságból, bosszúból, politikai hasznok miatt üzentek hadat nem csak a magyar társadalomnak, de az alapvető isteni és emberi parancsolatoknak is nap mint nap. És az általuk okozott halál, a kiontott vér, a kínzókamrák sikolyában, egy embertelen tébolyban is azt mondták, látunk. Hányan lehettek? Tudjuk, hogy sokan.
És ma, amikor betegségek, járványok, háború, gazdasági válság, energiaválság, és ki tudja még mi minden, sújtja a világot, sújtja az országot, magyar nemzetünket, városunkat, hányan és hányan harsogják. Felelős emberek, közéleti szereplők, újságírók, ünnepelt úgynevezett celebek. Hányan harsogják egyre magabiztosabban és egyre hangosabban a vélt igazukat, és mondják a rosszra, hogy jó, a nincsre, hogy van, a hazugságra pedig, hogy igazság. Talán nem vagyunk mi is vakok, kérdezik majd talán egyszer ők is. És majd azért kérdezik, mert teljesen elvesztek a maguk által kreált véleménybuborékban, egy maguk által épített virtuális valóságban, amelyből hiányzik a fundamentum. Ennek pedig egyenes következménye, hogy elvesznek a valódi értékek, és elveszik az igazság. Pedig az igazság sohasem relatív. Mert ha 10 emberből 9 azt mondja a silányra, hogy az drága és minőség, attól az még silány marad. Ha a többség azt mondja az értéktelenre, hogy értékes, attól az még értéktelen marad. Nem véletlen, hogy iránytűre van szükségünk. A hit iránytűjére, amely a legsötétebb káosznak a legsötétebb pillanatában is fényesen mutatja nekünk a helyes irányt, kijelöli az egyenes utat, hogy mi vakokból látók legyünk. Ez a mi utunk, és ez 1956 üzenete. Erről az igazságról szól, hogy nem lehetünk vakok. S ma, talán egy órával ezelőtt a Szent Misén, a Szent Leckében elhangzott egy nagyon fontos üzenet Szent Páltól. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Ha adott esetben eljön a pillanat, el tudjuk-e majd mi is ugyanezt mondani magunkról? És végezetül talán csak annyit, néhány héttel ezelőtt, talán 2 hónapja, érsekatyánál volt egy nagyon különleges alkalom, egy vacsora, azoknak a polgármestereknek, akik egyházi oktatási intézményeknek adnak otthon településeiken, és működnek együtt a fenntartókkal. És ezen a találkozón volt egy nagyon különleges vendég. Várszegi Asztrik nyugalmazott püspökatya, Pannonhalmáról ugye sokan ismerhetik, akit én rendkívül tisztelek, és nagyon régóta felnézek rá, mert bár személyesen egészen 2 hónappal ezelőttig soha nem találkoztam vele, de a munkásságát, amennyire volt időm és energiám ismertem, és rendkívül motiválónak tartottam. És hogy miért október 23-án hozom ezt fel? Várszegi Asztrik püspökatya volt az, aki főmunkatársa volt egy kordokumentumnak, egy olyan alkotásnak, amelyből azt gondolom, hogy minden isteni és minden egyetemi parancs a napnál világosabban megmutatkozik a legkisebbektől a legidősebbekig. Ezt a dokumentumfilmet úgy hívják, hogy az a címe, hogy Hitvallók és ügynökök. És ő munkásságával, életútjával szembenézett mind az ügynökökkel, mind pedig megmutatta nekünk azt a sok-sok hitvallót, akit nem lehetett megtörni, nem lehetett együttműködésre bírni, nem lehetett eltéríteni az igazságtól, a szabadságtól, és nem lehetett a hazugságra rábírni. Ők azok a gyertyák, azok a tüzek, akik nap mint nap világítaniuk kell, és ők világítanak is, csak kérdés, hogy mi ezt látjuk-e vajon.
És Asztrik atya volt, aki a beszélgetésünk során azt mondta, és talán tőle kölcsönöztem a mai felszólalásban ezt a gondolatot, az igazságot nem lehet relativizálni. Nincs olyan, hogy egy kicsit működtem együtt. Nincs olyan, hogy együtt működtem, de egy kicsit segítettem. Mindenki választott. És mindenkinek választania kell. És ezért van szükségünk iránytűre. És nemrégiben egy interjú készült Asztrik atyával, és arra a kérdésre, hogy számára most, hogy már nyugalmazott püspök, mi okoz bánatot, a következőt felelte. Amikor nincs meg az emberekben a hivatásuk öröme, amikor frusztráltak, elégedetlenek, az bánatot okoz. Ha valakihez szeretet nélkül viszonyulnak, az bánatot okoz. A humánum hiánya, amikor nem a másik támogatása, nem a másik megsegítése a célja valakinek. Ez bánatot okoz. És hogyha ezeket a szavakat a történelem folyamán, akár 1956-ra, akár korábbi eseményekre vetítjük, mennyire igazak. Ez a mi lelki iránytünk, erre kellene figyelnünk nap mint nap, járnunk és cselekednünk e szerint. Le kell számolni a közönnyel, hogy segíthessük embertársainkat, hogy mindig és minden körülmények között kiálljunk az igazságért, a szabadság mellett, ahogy azt eleink 1956-ban is tették. Dicsőség és tisztelet a hősöknek, a mártíroknak, az áldozatoknak, tisztelet a szabadságharcosoknak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, polgármester úr! Tisztelt ünneplő közönség, most a helyi kitüntetések átadása következik. Az elismerések átadására felkérem Mirkóczki Ádám polgármester urat. Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a testnevelés és sport területén végzett kiemelkedő munkájáért Pro Agria szakmai díjat adományozott Tóth Kálmán vízilabda edző részére. Tóth Kálmán évtizedek óta meghatározó alakja a nemzetközi és hazai vízilabdának. Pólós pályafutását követően edzősködni kezdett Egerben, ahol eddig 10 utánpótlás aranyérmet nyert csapataival, továbbá bajnok és kupagyőztes felnőtt szinten is. Számtalan magyar bajnokot, válogatott játékost nevelt ki Egerben, külön kiemelve 10 univerziáde győztest, 2 olimpiai bronzérmest és 2 Európa bajnokot. A válogatottakat tekintve 2014 óta szinte minden utánpótlás korosztály mellett dolgozott és dolgozik a mai napig. A létező összes világeseményen járt már és szerzett érmet aktuális csapataival. 2020-tól az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda szakedzői képzés vezető oktatója. 2022 őszétől az EGRI első osztályú férfi csapat vezetőedzői feladatait is ellátja. Sok szeretettel gratulálunk! Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése kimagasló sportolói tevékenységéért Eger kiváló sportolója kitüntetést adományozott az Egri Városi Sportiskola birkózója Kovács Kebe Vazul részére. Kovács Keve az Egri Kemény Ferenc Általános Iskola tanulója, valamint az Egri Városi Sportiskola sportolója. A magyar birkózó válogatott tagja, fiatalkora ellenére hatalmas reménységnek számít a birkózó sportág életében. Keve felkészítéséért Madarasi Gábor volt felelős, de Szucsik Tamás, Gyöngy Attila és Lakatos András is segítették munkáját.
2021-ben ősszel rendezett Európa-bajnokságon országos bajnok. A 2022-es év is bővelkedett az FC sportolójának sikereiben. Diák egy korcsoportban országos bajnok mindkét fogásnemben, kötött és szabadfogásban is, idén minden válogatóversenyt megnyert. A júniusban Kolozsváron megrendezésre került Ioan Mureșcan Vasile Bularca U15-ös nemzetközi versenyen is aranyérmet szerzett kötött fogásban a magyar válogatott birkózó. Az egy korosztállyal feljebb rendezett U15-ös zágrábi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett kötött fogásban. Gratulálunk kiváló sportolói teljesítményéhez! Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése kimagasló tanulmányi eredményéért kiváló egri diák kitüntetést adományozott Nagy Máté a Neumann János Gimnázium technikum és kollégium tanulója részére. Nagy Máté a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium emelt informatika-matematika érettségi vizsgára felkészítő speciális gimnáziumi osztályának tanulója. A 2021-22-es tanévben az informatikai OKTV-n alkalmazói kategóriában második helyezést ért el, májusban komplex C1-es német nyelvvizsgát szerzett. Az előrehozott informatikai érettségi vizsgán 96%-os eredményt ért el. A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny alkalmazói kategóriában országos 7. helyezést ért el. Angol nyelvből már 2019-ben megszerezte a C2-es bizonyítványt, 2021-ben emelt szintű angol érettségit tett 95%-os eredménnyel. Német nyelvtudásával 2020-ban az országos Jugendbattirt versenyen szerzett országos első helyezést, illetve a nemzetközi bemutató vitán ő képviselte Magyarországot. Azóta is rendre vállal feladatokat a budapesti versenyhelyszínen, nem csak a szervezésben vesz részt, hanem tréningeket tart és zsűrizi a versenyzőket. Sok szeretettel gratulálom! Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése kiváló tanulmányi eredményéért és kimagasló sport teljesítményéért Egerváros jó tanulója, jó sportolója elismerő címet adományozott Andrássy György Katolikus Szakközépiskola szakgimnázium és kollégium tanulója részére Angyal Mátyásnak. Angyal Mátyás az 5. egyben utolsó iskolai évét töltötte az Andrássyban, nyelvi előkészítővel bővített gazdálkodás és menedzsment ágazaton. Tanulmányi eredménye minden tanév végén jeles vagy kitűnő volt, a 2021-22-es tanévben kereken 5-ös. A kitűnő bizonyítvány elérése mellett ebben a tanévben érettségizett kitűnő eredménnyel. 2021-ben elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója kitüntetést. Kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett kiváló sporteredményekkel is büszkélkedhet. Az Egri úszóklub versenyzőjeként a 2021-22-es tanévben a felnőtt országos bajnokságon a 4x200 méteres férfi gyorsúszó váltó oszlopos tagjaként országos második helyezést ért el. A 2021-es rövidpályás országos bajnokságon a 4x100 méteres férfi gyorsúszó váltóban bronzérmet és a 4x200 méteres férfi gyorsúszó váltóban ezüstérmet szerzett. Emellett a KIDS országos bajnokságon egyéniben 50 méter és 100 méteres gyorsúszásban is első helyezést ért el. Sok szeretettel gratulálunk! Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése kiváló tanulmányi eredményéért és kiváló sport teljesítményéért Egerváros jó tanulója, jó sportolója elismerő címet adományoz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskola tanulója Katona Korinna részére.
Katona Korinna az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskola Bartók téri épületének 6. osztályos diákja. Évvégén minden tanévben kitűnő eredménnyel zárt, nevelő testületi dicséretet kapott. Matematikából egyéni és csoport helyezései, valamint a magyaros versenydíjai is lenyűgözőek. Mozaik matematika országos 3. hely. Mozaik magyar országos 2. hely. Tudásbajnokság magyar megyei 1. hely, országos 2. hely. Sokoldalúsága és elhivatottsága a sport területén is hihetetlen éremtáblázatot eredményezett. Gyorsúszás, kerékpározás, futás, távolugrás, atlétika, valamint duatlon és triatlon területén. Duatlon országos bajnokságon 1. helyezett, akvatlon országos bajnokságon 2. helyezett. Duatlon és triatlon sportágban az idén rendezett országos ranglista versenyen sorra aranyérmet nyert. Sok szeretettel gratulálunk! Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt hölgyeim és uraim, ezennel színházi ünnepségünk véget ért. A megemlékezés koszorúzással folytatódik a színházzal szemben az 56-os emlékműnél. Műsorunk végén kérem, közösen énekeljük el a szózatot. Radnóti Miklós? Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kisország. Messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága. S remélem, testem is majd e földben süpped el. Itthon vagyok. S ha néha a lábamhoz térdepel egy-egy bokor, virágát is, nevét is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát.
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, s a csírok közt anyókát, ki halkan sirogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll s üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ém, itt e kő, de föntről e kő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol, s miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra, majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji felleg. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünk október 23-a tiszteletére rendezett városi koszorúzási ünnepségünkön. Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Zádori Szilárd színművész tolmácsolásában hallották, a megemlékezésen közreműködik a Módusz Részkúvós Együttes. Ünnepségünk koszorúzással folytatódik. Állami és civil szervezetek, oktatási, nevelési és kulturális intézmények képviselői helyezik el a megemlékezés koszorúit. Megyei jogú város önkormányzata. Heves-megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Heves-megyei Védelmi Bizottság.
Heves megyei rendőrfőkapitányság és az Egri rendőrkapitányság, Heves megyei katasztrófa védelmi igazgatóság, Heves megyei büntetés végrehajtási intézet. Képviseletében koszorúzást hajt végre az Egerbe települt katonai szervezetek képviselői. Vitézi rend, Egri szék kapitánysága. Történelmi vitézi rend. Országgyűlési képviselő. Egri lengyel önkormányzat. Egységben a Városért Egyesület. Fidesz Egri szervezete és a Fidelitas Egri szervezete. Kereszténydemokrata Néppárt.
Momentum mozgalom. Demokratikus koalíció. Magyar Szocialista Párt. Egri Hunfokos Szövetség. Magyarok Világszövetsége Heves megyei szervezete. Szent György Lovagrend Egri Priorátusa. Kettes számú Bornemisza Gergely cserkész csapat. Biosziget Rehabilitációs Alapítvány. Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye. Egri Civil Kerekasztal. Thank you.
Eger és vidékei partestület. Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület Felnémet városrész képviseletében. Járműörökségeinket őrzők Egyesülete Eger. Nyugdíjasok Heves megyei szövetsége. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és Gyakorló Iskola. Dobó István Vármúzeum. Egri Kulturális és Művészeti Központ. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Egerváros óvodái. Egri Tankerületi Központ.
Egri Dobó István Gimnázium. Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium. Egri Lenkei János Általános Iskola. Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium. Képzési Centrum. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium. Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola. Szakképzőiskola, Gimnázium és Kollégium. Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt hölgyeim és uraim!
Ezennel koszorúzási ünnepségünk véget ért. Köszönjük, hogy itt voltak velünk a megemlékezés végén. Kérem, hallgassuk meg, illetve énekeljük el közösen a szózatot. Tisztelő! Tisztelő!